Na, sziasztok, itt Attila, ez meg a Medium végigjátszása a Game Halom csatornának. Na, annyi probléma történt egyébként, hogy leültem felvenni egy fél órás felvételt, és sikerült nem elindítanom a kamerát. Szóval ez így megtörtént. Hána a beszédük. Szóval, ja, én ezeket most mind láttam igazából. Milyen hangja van? Fuck! I'm not alone in here. Not alone here. Na, szóval Henrynek a háttér sztoriát fogjuk igazából most megismerni. Vagy pillanatra megakadtam ott. Mármint nem a kamera akadt meg, nem a felvétel, semmi, hanem konkrétan a karakterrel ott a háttérbe szorultam és ott akadtam meg. Illetve egyébként ezt a nagy szörnyet még nem láttam. Szóval elég kíváncsi leszek. Viszont ez a hely, tehát ez ahogy kinéz, ez a vöröses hely, ez iszonyat jól néz ki szerintem. Szerintem nagyon jól néz ki ezek a színek, meg a számítások használnak ki ezekre a részekre. Kár, hogy nem tudok a képernyőn mutatni, hogy mire gondolok pontosan egyébként, de szerintem nagyon jól néznek ki. Határozottan jobban tetszik ez a hely, mint a... Nem, ő Thomas, a Henrynél vagyunk most, mint a Richardnak volt a izéje. Ha jól ejtem ki. Neki nem tetszett annyira az ilyen belső világa. Az a házikó, meg ott a labirintus. A labirintus kifejezetten nem tetszett. Az nagyon unalmasnak éreztem egyébként. És egy teljesen más színű szoba. Kihallgató fülke, ha jól látom. Oké, egyébként valamennyire azért hallom a játékot, de nem annyira, mint hogyha rajtam lenne a füles. Sajnos történt vele egy kis apró baleset. Hoppatozott Henry. Őt is... Érdekes, hogy őt is gyerekként látjuk egyébként. Belegondoltok, akkor Richardot is gyerekként láttuk. Case file. Célpont, Jacob Wilk. Lopásért, átverésért, azt hiszem a fraud az átverést jelent. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Az illegal trade, az meg az illegális kereskedelem. Henry Wilk. Na, ott a Henry. Ők rokonok? Codename Butcher. A kódnév, a Butcher, az azt jelenti, hogy hentes. Szóval ezzel a kódnémmel van ez az eset elnevezve. Érdekes. Szóval Henry az valakit ezekkel a bűnökkel kihallgat, ha jól sejtem, mert egy kihallgató szoba van itt mellettünk. Meg van egy ilyen szallag, amit, ha minden igaz, meg is hallgatunk. Igen. Real tape. Na. Ja, be kell kapcsolni. Jó, why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. Érdekes, hogy a játék azt írja, hogy the agency was led to believe you've been stealing meat from working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Ja, egyébként punishable by death. A játék nagyon arra megy rá, hogy vannak a németek, náluk a nácik. Itt meg, és ők milyen bűnöket követtek el, az volt a Richardnak a sztoria. És itt meg most meg a Jacobnak, nem a Henrynek a sztoria. Az meg részben a kommunista pártnak az izéje, sztoria. Szóval ez egyfajta ilyen történelmi alapokon levő játék valamilyen szinten. Nem valós történelmi alapokon, de... Ha azt vesszük. Szóval történelmi
helyeket. Történelmi népcsoportot meg eszmét használ fel. És megnézitek, az összes ilyen háttér rész, egy csomó papír van, illetve ilyen dosszié, nem ilyen dosszié, de szerintem dossziés. Dossziés ilyen fiók. Jó formán. Ami jó nagy lény van itt egyébként. Na és nézzétek meg, itt ahol állok. Ez mind papír, nem? Ez papír akar lenni. Szerintem. Az egy picit unalmas egyébként, hogy ennyire sokat kell sétálni A-ból B-be. Anélkül, hogy bármit kéne csinálni. Volt egy akarat. Shit! Valami történik. Valami lény az ott megtámadott minket. Jaj, ne! Az ebben a részben volt. Ah! Na várjátok, mi van itt? Ha? Hentes cuccok. Ja, és a ration stamps. Az a... Kajajegy. Nem ez a fordítása pontosan, de úgy volt régebben a kommunista ilyen időszakban egy csomó helyen, hogy kaptál ilyen jegyet a munkánál. És akkor abból letéptél, és abból tudtál kaját venni magadnak. És akkor így ezt láthatjátok előttünk igazából. Tehát ha megnézitek... Az laza. Szóval ha megnézitek, akkor valahol ott van, hogy meat, meat, az a húst jelenti. De valahol ott van, hogy meat with bone. Szóval hús csonttal. És alatta ott van a súlya, hogy mennyit kap. Ja, és ez polis, ez lengyel, ha jól sejtem, a lengyeleknél. Azért is lengyeleknél volt, ez egy lengyel játék egyébként? Ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ki volt az? Richard. Richardnak az apja is a lengyeleknél ment háborúba. Jaj, de itt jön a játék legviccesebb része. Majd mindjárt. Azt hittem ezen túl vagyok, de nem. Jaj, ne! Meglátott minket, fajzsott föl! Bad boy! Shit! Shit! Jaj, ne! Világít minket lámpával! Jaj. Where are you, bad boy? Fuck! Where are you? Jó, itt félre kell állnunk viszont, mert itt ha viccelődök, akkor kapcsolt fel. Itt meg is hallatok azért ennél. Ennél az egy résznél tudok meghalni. Az összes többin keresztül tudsz rohanni, iszonyat egyszerűen. There you are, bad boy! Shit! Oh, ne. Itt is elkeresztül rohanhattam volna egyébként. Nem várunk itt. Bad boy! Gondolom ez itt valaki, aki Handyvel kapcsolatos, és ő mondja nekünk, hogy rossz gyerek. Feltételezésem szerint, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Nézzétek meg, arrébb kell hoznunk a husikákat, mert Thomas túl vastag, hogy átférjen közöttük. Nem tudnak keresztül. Nézzétek, a láthatatlan fal miatt így is alig nehezen tudott. Amúgy egyébként egy ilyen helyen lenni. Most nézzétek meg, várjátok, picit visszamegyek. Nézzétek meg ezt a helyet. Mindenhol ez a hús, ez a vöröses hely. A vörös az azt jelenti, hogy ijesztő. Alapvetőleg egyébként, hogyha itt lennék egyedül, akkor tisztára összecsinálnám magam lehet, de hogy így... Ja. És nézzétek meg. Itt az asztalon is. Az mi? Oké, hogy egy hús, de mi van rajta? Miért ilyen az oldala? De mit kéne, hogy legyen az oldala? Alapból miért hagyod a húst így? Mind malacok vannak mindenhol. Ja, szóval ja, hogyha itt lennék valójában, nem pedig így Thomasszal, akkor lehet egy picit jobban félnék.
Szóval szerintem ijesztőbb egyébként egy belső játék, belső nézetből játszani az ilyen játékokat. Így külső nézetből szerintem annyira nem rémisztő. Most oké, most mondhatjátok, könnyebb beszélek, hiszen nincs rajtam füles meg hasonlók. És igazatok lenne, tehát a hangok azok nagyon sokat hozzáadnak, de egyébként ezt a részt végigjátszottam hangokkal is. Csak nem vettem föl. Tehát, hogy sikerült nem fölvennem. Nem vagyok nagyon alacsonyabb? Szerintem nagyon alacsonyabb voltam, de mindegy, majd kamerán tudom állítgatni. Hopp, egy valami. Ott egy kazetta, amit nem tudunk fölvenni. Ott egy kés viszont, amit föl tudunk. Ennyit akart mondani róla? Ja, értem, itt most összegyűjtöttük a negatív érzelmeket, negatív energiát. Lehet Henrynek az apja egyébként egy ilyen hentes volt, és bántalmazta a fiát? De erre tudok gondolni, és ő nevezte el a case file-t, azt az ügyet, amiben dolgozott hentesnek, mert arra emlékeztette, hogy hasonlít az apjára. Ez mind... Szóval, bár annyira nem hatott ránk. Ez mind spekuláció egyébként a részemből, tehát annyira azért nem jutottam távolra, hogy tudjam az egész sztorit. Majd szólok, hogyha eljutottunk oda, ameddig jutottam. Egyébként nincs messze, tehát hogyha ha a játék idejét nézem, nem a játék idejét, a felvétel idejét, akkor azt kell mondanom egyébként, hogy még nagyjából 10 perc rodgom. Nézzétek meg ezt a folyosót is. Mondom, a belső nézetből néznénk, és rajtam lenne a püles, akkor az... Ennyi ijesztő lenne. De így annyira nem vészes. Pláne a külső nézet egyébként az, ami nem, annyira nem vészessé teszi. Inkább. Inkább, mint az, hogy nincs rajtam püles. Henry father. Most ő beszél, a Henry apja beszél. Na, látjátok? Mondtam én, hogy valami az apjával kapcsolatban lesz. Mi van itt? Oké, van itt egy papír, egy újság. Nézzük, mi van itt. Az laza. Feladta a saját apját valami hússal kapcsolatos dologban. És arról ír az újság, hogy mennyire hazafias, meg hasonló ez a... egyszerű rendőr. Ja, az apja húslapot más emberekkel együtt. És ja. Pia feladta őt. És annyit mondott, hogy azt tette, amit helyesnek érzett. Biden egy kártya róla. Jó, ez annyira nem volt érdekes, de azért az újság jó volt. Szóval feladta a saját apját. Szóval Jacob Will. Ajjára nem tudok keresztül menni. Jacob Wills? Will? Na mindegy, Jacob az a Henry apja, gondolom, ha jól értelmeztem, ha jól figyeltem. Ott vagy még, aranyherceg. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Ó, de tetszik Thomasnak egyébként a hozzáállása. Tehát legalábbis a spirituális Thomas az mindig úgy áll a dolgokhoz, hogy a múltad az... nem ok arra, amit jelenleg teszel. Én legalábbis ezt érzem tőle egyelőre. Hopp, nem, ebbe kell belépnünk, és akkor itt kell felraknunk. Hallgathatjuk tovább ezt a szallagot. Vilk, is it? Henry Vilk? Mhm. Henrynek az ilyen felettese beszél. Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. Jaj, tudom mi lesz, tudom mi lesz. I've been doing this a long time. Szerintem Henryt most veszi fel a felettese arra, hogy minek nevezték? Gestapo, de lehet keverek valamit.
Szerintem elegesség kevrek van itt. Az ilyen... titkos rendőrség, vagy hogy hogyan nevezték őket. A lényeg az, hogy olyanokat kerestek, akik a kommunizmus ellen próbáltak tenni. Mindenkit, aki egy picit is gyanútnak dönt, azokat fogták, elvitték, megkínozták, aztán izé eltüntették őket. Jó van, és szerintem Henryt most erre vették föl, mert ugye a saját apját is feladta. Welcome to the family. Üdv a családban. Az nem illik arra, hogy ők beszéltek egymáshoz, lehet ez teljesen más. Szóval én arra gondolok, hogy azért szedték föl, mert hogy annyira hazafias volt, annyira ilyen kommunista párti volt a Henry, úgymond. Mert lehet, hogy nem amiatt csinálta, mert nem tudjuk, miért adta fel az apját. De hogy emiatt vehették föl, mert úgy gondolják, hogy ennyire hazafias. Viszont úgy beszélt, hogy welcome to the family, szóval üdv a családban. Ami inkább nekem ilyen mafia dolognak hangzik, mint sem kommunistának, mert a kommunisták azok inkább elvtárs így, elvtárs úgy. A család így, család úgy, az meg inkább mafiás. Szerintem. Aztán lehet tökre tévedek. Amennyire én értek ezekhez, az annyira, hogy sorozatokat nézek, könyveket olvasok, meg játékokkal játszom. Szóval így ennyi. Meg jártam középiskolába, azt tanultam róluk. Ennyi. Annyi plusz még hozzáteszek egyébként, hogy jó voltam történelemből. Egy bálna? De nem olyan hangja volt? Olyan, mint egy bálna lett volna, csak nem a víz mélyén. De ezeket az ilyen köztes részeket nem szerettem egyébként. Tehát szép az ilyen látványvilága a játéknak, de ezek a köztes részek, amikor nem csinál semmit, ez így játékjelenleg azért nem olyan akció. Bár lehet amiatt is, mert ugye már másodszorra látom. Nyugodtan érjátok meg egyébként a véleményeteket, hogy szerintetek mennyire... Ennyit akarsz mondani? Hogy szerintetek mennyire sok ezek a köztes részek, amikor csak sétálsz. Valami Gemini ügyről ír. Találtak egy embert pontosan ugyanúgy, mint ahogy Thomas hagyja az embereket, miután ilyen nem tudom, ilyen agyi kutatást végez rajtuk. Ugyanúgy, mint ahogy a Richardot is hagyták, emlékeztek, ő székbe került, és alig tudott bármit is csinálni, de ott volt a fejébe csak bezárva. És érzett mindent, ugye? És most arról írnak, arra küldik a Henryt, hogy egy ilyen ügyet nyomozzanak ki, és adtak neki egy ilyen dokument. Bocsánat, egy ilyen dokumentumot, ami arról szólt. Igazából nem tudjuk, miről szólt. Igazából feltételezhetjük, hogy ezzel kapcsolatosan szólt valamiről. Ez mi? Ó. 42. alkalom arról ír, hogy az alany arról beszél, hogy ilyen super natural, földön túli ilyen erőkről beszél, és azt mondja, hogy van valaki, aki beszél hozzá, ilyen visions. Mi a visions? Látomások, végre megvan a szó, látomások. Arról beszél, hogy egy alak beszél hozzá, és látomásokat mutat neki, és az a teóriájuk, hogy ez kapcsolódik az ilyen kettős világhoz, ilyen elvágott világhoz, mint amit látunk szerintem az izé esetében. Ott balra figyeljetek, balra lesz. Ott megy, láttátok? Ott megy. Aha. Emlékeztem erre a részre. Szóval, mint amit látunk Mariannek. Azt hiszem Mariannek hívják. Marian. A hölgy fő karakterünk esetében. Mi van? Igen, álljunk meg olvasgatni, miközben valami szörny támad itt ránk. Aha, az alany érintkezésbe került az egyik kutatóval, és kórházba került, ugyanolyan esettel, mint amiről előbb is beszéltünk. Tudjátok, ez a zöldség ilyen állapot, vagy minek nevezik, vegetatív állapot. Amikor tudod, ugye... magadnál vagy, de így vagy, és így ennyi. Ez a vegetatív állapot, és
és még nem úgy tűnik, hogy felépül ebből. Ez ugyanaz, mint amit a Thomas csinált ugye Richarddal. Mint amit tőle is láttunk, így belezárta egy a fejébe az embert. De ami valójában történt, amit mi látunk, az jó parányokja, és spirituális. Történik egy ideál. Hello! Bekapcsoltam a pajzsot, és szétfogott azonnal. Na mi van még itt? Ó, papír. Ah. Szóval az alany az nagyon veszélyes, és emiatt nem szabad fizikai kontaktusban, és ilyen egy légtérbe kerülni vele. Legalábbis feltételezésem szerint elvitt a mentális kontaktusban. Ott ment alattunk. Thomas, léci, döntsd el, hogy vagy leesel, vagy lépsz még egyet, és keresztül jutottunk. Amúgy, én általában mindig, amikor ilyeneket csinálok, tudjátok, így az út szélén sétálva, ott a szélső kövön, tudjátok, amikor így egyensúlyozol rajta. Akkor én általában mindig az ilyen utolsó szia. Shit, not good, not good. Jaj ne, úristen, jaj ne. Legalább valami kivégzési animációt mutattál volna, vagy valami. Tudjátok, mivel szeretnék játszani majd még? A Little Hope-ot még folytatni fogjuk. De a Resident Evil 7-et azt nem. Az... Nem tudom. Végignéztem már ugye egyszer online, és... Az úgy tetszett, de egy játszva annyira nem adja valahogy. Viszont az Alien Isolation... Az lehet tetszeni egyébként játszva. Majd kipróbáljuk. Úgyis megvan, azt hiszem, Epic Store-on. Na, most nem fogom elrontani egyébként. Előbb szándékosan rontottam. Kíváncsi voltam, hogy milyen fajta kivégzést csinál, de úgy tűnik, hogy nem csinál semmilyen kivégzést. Jaj, majdnem elkapott. De furán ugrottál le. Láttátok? Így picit így megemelkedett a karakter. Semmi baj, Thomas. Most már megtanultad azt a képességet, hogy hogyan repülj. Vagy tudjátok, mit kéne játszani? A Control nevű játékot. Az lehet egyébként, akinek ez a játék tetszik, annak tetszene a Control is, szerintem. És én magam elkezdtem vele játszani régebben, de úgy nem adta annyira. Az megint meglepett egyébként. Mert megálltam, mondom, megállok, azt megnézem, hogy elüte. Erre pont mögöttem megy el. Mert a múltkor meg keresztül mentem időben. És szóval a Control az egy ugyanilyen földön túli erőkkel, meg ilyenekkel mahináló sztorik vannak benne. De amúgy akciódús játék, szóval abból a szempontból élveztem. Csak annyira valahogy nem adta, nem tudom, egy idő után abba hagytam a játékot vele. Viszont képzeljétek el, van olyan benne, azt hiszem egy szép. Azt hiszem egy szép, de nem vagyok benne biztos. Kb. Ilyen SCP-173, kb. SCP-173 olyasmi. És azt a szépet folyamatosan nézni kell. Vagy alattunk. Can't get me up here, can you? És ugyanígy van egy csávó bent, aki figyeli azt a szépet, és megkér, hogy nem bír kimenni. Na, tosz. Hozok ki. Megkér arra, hogy segíts neki, mert nem tud kimenni, tehát ugye folyamatosan néznie kell, és úgy oldották meg, hogy egy kamerát... Stay the fuck down! Maradj lenn a fenébe. Na, és megkér téged, hogy hogy segíts neki, mert egy eredetileg ugye úgy van, hogy kamerát használnak, hogy az figyelje a szépet. Azt hiszem, hogy szép. És akkor mész és segítesz neki. Az egy érdekes játék lehet azoknak,
akiknek ez a sorozat tetszik. Szóval lehet, hogy majd belekezdünk egy olyanba is. Az a helyzet, túl sok sorozat futna jelenleg, és egyikre se szánok teljesen jó időt. Elég időt. Mami, daddy, me. Hát vaza. Mami meg van lepődve, apuci véres, te pedig boldog vagy. Kinek lehetett a izéje, papírkája? Igen, ez már nem ismerős. Szerintem itt hagytam valahol abban. Business trip. Short notice. Couldn't be helped. Szerintem az ajtó előtt hagytam abban. Say goodbye to him. I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Oh, Henrynek van felesége. Should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Amúgy tökre nem tetszik, ahogy a nőkhöz álltak régebben. Simon? Házasságban is el voltak nyomva. Henry keresi a fiát. El voltak nyomva egy a férfi által. Dad? Fia? Hey there, champ. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, I can go fishing. You'd like that, wouldn't you? Akkor viszont Henry volt az apuka, aki ott véresen volt, nem? De miért volt véres? Lehet arra utaltak, hogy ilyen véres kezű munkája van? Ti milyen vörös szoba? Don't worry, kid. This'll all be over soon. Bírom a spirituális Tomaszt. Ne aggódj, gyerek. Mindjárt vége. Mi mindjárt fogunk, azt elintézünk. Rosszabb lesz a sorsod, mint valaha. De a gyereknek nem. A felnőtt Michaelnek. Michael? Nem, felnőtt Henrynek. Felnőtt Henrynek lesz. Rossz sorsa. Control egyébként egy ilyen, az a játék egyébként ilyen, nagyon ilyen tech demo is egyben. Tehát nagyon jó pofa effektek vannak benne. Hopp, megfagyott a kép. Jaj, nem már keresztül ütünk szörnyeket, mint falakat, aztán izé. Tudod kinyitni azért. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. Elszabadítalak. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Mondd meg neki. Not if it puts you down first. Oh, Sissi, hogy mondjam, mit tettünk ki? Mit voltam? Történt Tomasszal ezután. Your tricks won't work on me, old man! Hajrá, Tomasz! Én neked szurkolok. Befőtt a kép. Leégett az a hely, ahol a gyerekek voltak. A kérdés, hogy gyerekeket sikerült-e megmenteni. Daddy? Marianne? Ja, várj, ezt tudtuk eddig is. Aj, Lily a sadness. Én azt hittem Marianna izé. Marianról van szó, mint Daddy. Rájöttem, nem. Lily az a sadness. Na ez egyébként, amikor ilyen két világ van, ugye egy két különböző hely van betöltve nagy minőségben,
ez az, amit a felvétel nem szeret, se a laptopom nem szeret, de még a játék se szereti igazából. Na, Marian, ugye Marian? Vége az álomidőszaknak. Marian. Vége az álmodozásnak, itt az ideje fölkelni, a szakcióba lépni. It was always him. It's him. It was always him. The fuck? Thomas. Mit keres ott az a lény? Hallod? Nézd be a másik irányba. Tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. So, Marian azt feltételezte, hogy ő volt az, aki bántotta Lillian, de ő már halott volt, és az apja ölte meg Mariannak az apja. Igen, és a Hound most arról beszél, hogy ugye nem emlékezett a Marian arra, hogy az a puci megölte őt. Then, who was it? Who killed her? Richard I saw her ghost. Láttuk, nem? What happened to her? Oh, nem tudja, hogy ki ölte meg a Mari. Azt mondja, hogy az apja ölte meg. Lehet. Így feltételezve, hogy sérte rá kell, ez lehet, hogy az apja ölte meg. Nem, ez sosem van. What the hell are you talking about? He wanted to save us! To save her! Maybe... In a way... That's exactly... What he did. Oh... De lehet, hogy mégis Thomas volt. Ugyan ez mindig az őrület. Egyet lehetek. Az egész sztoria őrület. Rám is mit akar ez a... Hallani? Megszeretik minket. Meg akar ölni, vagy nem akar megölni minket? Kiállt a blokk közben. Hú, megnyugodtam. Reménykedtem benne, hogy veszek föl. Marian eldöntött, hogy ezt most feltöperítjük ezt az egészet. Arra kíváncsi leszek, hogy ezt hogy csinálod. Spirituális energiákkal visszaboljuk. Nem, még szét is bomb. Tovább küldjük. Ez Henry volt. Vagy legalábbis, ami maradt belőle. Thomas Rekovich. Thomas. My father. Thomas volt az apja. Lily meg a testvére. The man on the pier. The man with the gun. The murderer from my dream. How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Most valakivel beszélget? Valaki kivallatja éppen? To me. Szóval Thomas volt az apja. Érdekes. Végre kapunk válaszokat egyébként. Azt meg mindig nem tudjuk, hogy mi történt Lilivel. Ott van, két gyereke volt Thomasnak. És belegondoltok, szegény azért elvesztette mindkettőt. Azért adom egyébként, hogy Thomas az apánk, tehát azért...
nem a valódi Thomas, de a spirituális Thomas az azért eléggé cool, cool guy. Jó csávó. Csinálja a dolgát rendesen. Hopp, volt egy mentés végre. Na, akkor itt lezárjuk ezt a videót. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha nem tetszett, diszlájkod, de iratkozz fel a csatornára, hogyha érdekel további tartalom tőlem. És ja, jövök tovább a médiummal, mert igazából most, hogy átléptünk azon a nehéz időszakon, amikor alig akarta felvenni valamiért az egész rendszer magát, végre most már tudom élvezni a sztorit, pláne, hogy kapunk válaszokat végre. Végre kezd érdekes lenni, tehát kapunk ilyen, ó, hogy ez történt, ó, és ezért. Na, sziasztok!